A hidegháború sok nemzetközi feszültséggel járó korszak volt, 1947 és 1991 között, amelyet a két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti folyamatos rivalizálás jellemzett. A szó szoros értelmében vett háború nem tört ki a két ország között. A hidegháború a második világháború két nyertes nagyhatalmának ideológiai, kulturális, társadalmi, gazdasági, politikai összecsapásából állt. Így elemzi a Wikipédia a hidegháború fogalmát. Ezt az időszakot számos háború ellenes tüntetés, megmozdulás jellemezte, gondoljunk csak a vietnami háborúra, ugyanakkor a nyugati világnak nevezett részben számos kommunista és szovjet ellenes tüntetések bontakoztak ki, főleg abban az esetben, amikor szovjet hivatalos személyiségek érkeztek, ugyancsak hivatalos látogatásra valamelyik úgynevezett nyugati országba. Mindez megszokott, szinte mindennapos eseményé vált, hozzátartozott akkori mindennapi életünkhöz. Ami azonban talán egyedülálló a világon, az az eset, ami 1971. október 18-án történt a kanadai fővárosban, Ottawában. Egy magyar származású, akkor 27 éves fiatalember, Mátrai Géza, a szó szoros fizikai értelmében földre teperte Kosziginyt. Az edmontoni CKR, World FM, multikulturális rádió magyar műsorának szerkesztőjeként 1993. október 17-én készítettem vele egy rádióriportot az események kapcsolatban. A mai műsor éppenséggel a következő címet is viselhetné. Aki térdre kényszerítette a kommunizmust, ugyanis megszólaltatjuk azt a személyt, aki mesébe élő bátorságról tett tanúbizonságot a 70-es évek elején. Térdre kényszerítette a világ második legnagyobb katonai nagyhatalmának képviselőjét, Alexei Nikolaevics Kosziginyt, íme Mátrai Géza. Mikor történt az az incidens? Ó, az ezer... És hogyan? Ja, igen, az 1971. október 18-án. Tehát a 70-es években. 71, igen, 71-ben. Hát az volt, hogy a Kosziginy, aki a premiers, vagy prime minister, a miniszterelnöke volt Szovjetuniónak. Ő a Brezhnev volt a pártelnök abban az időben, a kommunista pártelnök, és a Kosziginy az volt a miniszterelnök. Szóval premier, mondjuk ez angolul a szó, hogy aztán pontosan, hogy magyarban, vagy nem tudom most, hogy vagy. De minden esetre ő is elég bőven járt a nemzetközi utakat, és a 1970-ben vagy 71 elején Trudeau, akkor a kanadai prime minister a Szovjetunióban volt, és ottan a Kosziginy volt a vendéglátója, és miután Trudeau például körbejárta a Szovjetuniót, akkor például azt mondta, az ukrán nemzeti erők, akik el akarnak szabadni a Szovjetuniótól, azok olyanok, mint a terroristák, akkor szóval ez csomó szovjet propaganda anyagot hozott ide-vissza Kanadába, és persze a Trudeau-t az előtt se szerettük, hát most erre még jobban ellene voltunk. És mondom, mikor a Trudeau akkor 71-ben meghívta a Kosziginyt, hogy viszonyozza neki is azt a szép utat, amit ő kapott Szovjetunióba, és Kosziginy jött Kanadába, mondom, az első nap a propaganda olyan volt, hogy mindenhol, amit tipikus diktátorok szeretik, mindenhol gyerekek virágokkal, ölelgette a gyerekeket, és a sajtó próbálta bemutatni, hogy a nép mennyire szereti itt Kanadába és a szovjet kommunista vezetőt. A másnap, ahogy megérkezett, akkor mi Torontóból több százan buszokkal mentünk fel tüntetésre Ottawába, és ez volt vasárnap. És
aznap nem bírtuk meglátni se a Kosziginyt, és nem személyesen nem bírtunk protestálni ellene, mert akkor még más túrákra vitték, és így találkoztam ott a Notavába a helybeli szabadságharc, Magyar Szabadságharcú Szövetségnek az embereivel, és mondták, hogy hát miért én meg a barátom nem menjünk vissza Torontóba a túrabuszokkal, hanem maradjunk itt, mert másnap, vagyis hétfőn megint lesz egy nagy tüntetés a parlament előtt a szovjet vezető ellen. És így mi is ott maradtunk aznap este, és másnap akkor pont a parlament körül vagyunk, és nagy rendőri kordon van, a nép a fülön van, főleg látjuk a parlamentből jön ki egy csomó ember, beül 4-5 ilyen nagy fekete lömizin autóba, és akkor az RCMP motorbiciklisek, meg az autó kis karaván elhalad, a népnek nagyobb része ezt követi, és van, akik protestálnak, van, akik csak integetnek. És én meg egy barátom, egy coach srác, aki nagyon jó kommunista ellenes, Jerry Doyle az volt a neve, a mi ketten még ott maradtunk a parlament előtt, és akkor látjuk, hogy ez úgy néz ki, egy trükk volt csak a rendőrségi védők által, hogy a népet elvonják a bejárattól, és akkor látjuk, hogy a Kosziginy, a Trudeau és körülbelül úgy 40-50 ember még beleértve KGB rendőrök, RCMP Toronto, vagyis ottani rendőrség, stb. Velük meg riporterek persze, és elkezdek gyalog menni egy közeli hotelhoz. És akkor mondom a barátomnak, na most kívülnéz, ha most nem csinálok valamit, akkor még egyszer a tükörben nem merek belenézni, mert hát itt van végre egy alkalom, és ezt ki kell használni, de hogy valamit ne csak kisebb incidens legyen, mondom a barátomnak, fussál a csoporttál, és kezdj üvöltözni torka szagattába. És ő skót létére odarohan, elkezd üvöltözni szabadságot, Freedom for Hungary, Freedom for All, szabadságot Magyarországnak, vagy mindenféle. Hát a rendőrség meg minden nőtet, hirtelen őtet nézik, és ahogy őtet nézik, én így sréhen áttörtem a kordonon, szóval ami 5-6 ember tudja oldalra kellett nyomni. Megmondom, igazából én sem nagyon hittem, hogy elbírom érni őtet, mert annyi rendőr volt körülötte. És ahogy elkaptam a vállánál, hát lerántottam a térdére, és akkor mondom másik pedig, na most mi a fenét csináljak vele? Mert azért megölni nem akartuk, mert mondjuk a Szovjetunióban történt volna az egész más, vagy Kelet-Európában, mondjuk Kanadában mondjuk csak egy incidenset akartunk csinálni. És ahogy lerántottam, elkezdett hörögni ottan, gondolom is azt várt, hogy mikor vágják el a torkát, vagy valami, és akkor aztán a rendőrség rámugrott, költözt csaptak, egy másodpercig úgy elkábultam, de és akkor felnéztem, akkor valami 10 mikrofon volt a számba, a televíziótól, rádiótól, kicsesüvelták, ezt kell mondom, na most itt van a alkalom, elkezdtem üvöltözni, és szabadságot Magyarországnak, szabadságot lengyeleknek, hát be kell legyen magyar barátságot, akkor az ukránoknak, azt kell utána szabadságot mindenkinek, meg hogy szovjet disznók mennyi háza, meg ilyesféle dolgokat, és akkor a pár perc után a rendőrség az egyik melléképületbe behúzó, miután bevágták az ajtót, a riporterek kiragadtak, a rendőrség, az RCMP, hát az egyik megveregeti a vállamat, azt mondja, szép volt, de nem itt kellett volna csinálni. Hogy kellett volna csinálni, ezt nem tudom, de és akkor utána lényegében már lettem tartóztatva, akkor egy hétig voltam a börtönben, egy hónappal később volt tárgyalás, és akkor kaptam 3 hónap börtönbüntetést, amiből 2 hónapot kellett leülnöm. Szóval lényegében ennyi volt a Kosziginy incidens.